Sajátos módon ma, hogyha valaki figyelte a híreket, és megmondom, nem akarok elveszni a hírekbe, de az Izraelből érkező hírek egyike az arról szólt, hogy felvetette az ügyvezető miniszterelnök azt, hogy meg kéne határozni Izraelnek a határait. Ugyanis hát nehéz megmondani, hol legyenek Izraelnek a határai. Ugyanis mikor létrehozták Izraelt, akkor az ENSZ határozat húzott ugyan egy határvonalat, de hát ezt a háború eseményei átrajzolták, és végül is egy tűzszünet jött létre, aztán ugye ez a bizonyos hatnapos háború újból átrajzolta a térségnek a határvonalait, és hát vita van arról, hogy hogy legyen, mint legyen, mert hát azóta is, ugye 67 óta is eltelt közel 40 év, és hát telepek jöttek létre, városok jöttek létre, és nem olyan egyszerű meghúzni a határvonalakat. És valóban, hogyha megkérdeznénk a hivatalban levő izraeli politikusokat, hogy hol húzzák meg Izrael határát, hát ők is vakarnák a fejüket, hogy mit is tekintsenek annak. Hát vannak különböző nézetek, igen, ugye a nagy Izrael az a Nílustól az Eufráteszig tart, végül is ezt ígérte meg Isten Ábrahámnak. De hát ugye azért ezen a területen van még néhány ország, úgy mint Libanon, úgy mint Szíria, ugye Jordánia jelentős része, és hát a Nílusig is azért még van egy jó nagy darab Egyiptom, tehát a helyzet azért nem ilyen egyszerű. De nyilvánvalóan azok, akik az Ábrahámnak tett ígéretből indulnak ki, azok ilyen egyszerűen látják a világot és a világ dolgait. Most az a nagy magyar helyzet, hogy a Biblia rögzíti az ezer éves királyságban Izraelnek a határait, egyébként nem a Nílustól az Eufráteszig. Ez egy nagyon szép rész Ezékiel prófétánál, és hát azért nem akarnám végig elolvasni, mert tele van nevekkel, meg helyiségekkel, amik hát ugye rémisztővé teszik a dolgot, hiszen nem vagyunk annyira ismerősek ott a környék földrajzával, de azért nézzünk bele legalább úgy nagyjából, jó? Ezékiel próféta 47. részében van az a híres folyó, ami felfakad ugye az Úr trónja alól, és kifolyik Jeruzsálemből a keleti kapun át, és megy a Holtenger felé. És ezután a látomás után pedig az ország határait rögzíti az írás. Ezékiel 41.13-tól olvasom az új református fordítást. Így szól az én Uram az Úr. Ez lesz a határ, amelyen belül osszátok fel az országot Izrael 12 törzse között. De Józsefnek két rész jusson. Ugyanannyit osszatok az egyiknek, mint a másiknak. Fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom, most pedig rátok száll ez az ország örökségül. Ez lesz az ország határa. Az északi határvonal a nagy tengertől, ugye ezt mi földközi tengernek ismerjük, Hetlónon át, Cedát felé haladva, Hamát, Bérótá és Szibraim, amely Damaszkusz és Hámát közötti határon van. Most ebből ugye nekünk azt kell megjegyezni, hogy északon Damaszkusz alatt megy a határvonal. Igen, ez lesz tehát a határa tengertől Hácár Énónig, Damaszkusz határa és Hámát határa északra esik. Ez az északi oldal. A keleti oldal Haurán és Damaszkusz közé esik, azután a Jordán, a határ Gileád és Izrael földje között egészen a keleti tenger mellett levő Támárig. Ez a keleti oldal. Tehát a Jordán folyó, mint természetes határ van keleten. A délfelé eső oldal Támártól a Kádesnél nevő Meribá vizéig húzódik, ugye ez a versengések vize, azután a nagy tenger, a földközi tenger patakja mellett, ez a délfelé eső oldal. A nyugati oldal pedig a nagy tenger a déli határtól Hámát felé vezető útig, ez a nyugati oldal, tehát az ugye a földközi tenger. Na most rajzolni fogok. Egy térképet, ez most új műfajjal próbálkozunk, már énekeltünk, prédikáltunk és rajzolunk. Most olyanok leszünk, mint az Activity Show, igen. Ha elmegy a hangom, még lehet, hogy mutogatni is fogok. Minden esetre a rajz is talányos lesz, ugye, mint minden Móriczka rajz, vagy ki kell találni, hogy mit ábrázol. Hát ugye a közel-kelet országait próbálom lerajzolni, és azért nem használok térképet, hanem inkább rajzolok, mert egyszerűbb mindannyiunk számára megegyezni. Viszont anélkül, hogy látnánk magunk előtt, hogy ezek hogyan is vannak, meg miképpen is vannak, úgy nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni. De akkor nézzük meg, hogy hogyan is kell felosztani Izrael területét. Ugye most itt a 48. részben van leírva, hogy hogyan és miképpen kell a törzsek között a területet elosztani, és van egy szent terület, egy szent rész. Ezt egyébként érdemes megnézni,
az én hitemet legalábbis nagyon-nagyon építi, amikor megnézem, hogy hogy fog az ezer éves királyságba kinézni Jeruzsálem, meg a környező szent részek, meg a földek, meg az éghajlat milyen lesz, meg hogy sokat beszélnek a proféták, például azt mondják, hogy a Sion hegye ki fog magasodni, két folyó fog kiindulni a templom hegyről, az egyik hogy a földközi tengerbe, a másik a holtengerbe folyik, aztán azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a sivatagi vándorláskor felhő borította be nappal Izrael fiait, ugyanígy egy felhő fogja az egész szent részt beborítani, Isten dicsőségének a felhő állandóan ott lesz a szentély fölött, és árnyékot ad, tehát megváltoztatja az egész klímáját a közel-keletnek. Szóval nagyon érdekes dolgok vannak ezzel kapcsolatban, és nagyon építette az én hitemet, amikor ezt tanulmányoztam. A 48. részben tehát le van írva, hogy hogyan kell ezt a területet felosztani, de hát akkor először ismerkedjünk meg a szent földdel magával. Ugye a dolog úgy néz ki, hogy a földközi tengernek egy ilyen szeglete vagyon, ugye, és akkor délről, mondjuk itten jön a Nílus, és a híres Nílus deltánál belefolyik ugye a földközi tengerbe. Itt van egy nagy partszakasz, ugye ez északon, ez a mai Törökország alatt a Szíria helyezkedik el, ez pedig Egyiptom, és hát Egyiptomba benyúlik a vörös tenger két ilyen nyelvszerűséggel. Ugye itt van most a Szuezi csatorna, és ez az a nyelv a Vöröstengernek, ahol Izrael fiai átkeltek, és amit közre fog ez az egész, ezt hívjuk a sínai félszigetnek, tehát ez a sínai. Ugye ezen a végén van tehát Szuez, ezen a végén van Eilat, vagy bibliai nevén Ecion Géber, ez a Vöröstengeri kikötő, és tulajdonképpen ez Izraelnek a legdéli pontja, itt ér össze Jordániával és Egyiptommal, tehát ez egy hármas határ per pillanat. Ha ránézünk a tengerpartra, akkor a tengerpartot itt valahol középtájon egy nagy szikla, egy nagy hegy osztja két felé, ez a Kármel-hegy, ennek a tetején hívta le a tüzet az égből Illés próféta, és ennek a hegynek a tetejéről kémlelt nyugat felé, és kereste azt a kis tenyérnyi felhőt. Miért? Mert a nyugati szél a tenger felől, a mediterrán, ugye a földközi tenger felől fúj, és mint ilyen nedves levegőt hoz, tehát az eső honnan érkezik? A nyugati széllel. A keleti széllel pedig mi jön? Szárazság jön, mert az a Szaharában, a sivatagból, illetve az arab sivatagból fúj, mert a Szahara az Észak-Afrikában van, tehát arra. És a sivatagból mi jön? Meleg száraz szél, tehát az meg éhínséget hoz, ugye ez a keleti szél és a nyugati szél közötti nagy különbség. Nyugati szél esőt hoz, keleti szél szárazságot hoz. És itt állt Illés, és figyelte a nyugati szelet, és imádkozott esőért, ugye ez egy híres történet, tehát ez a Kármel-hegy. A mi szempontunkból az a jelentősége, hogy kétfelé osztja a tengerpartot. A tengerpartnak a lefelé eső részén van az úgynevezett Sáron síkság, ugye, Sáron rózsája, ismerős az énekek énekéből, és ezen a területen van a történelmi Filisztea, és a filiszteusokról annyit kell tudni, hogy ez egy görög nép volt, akik Kréta szigetéről érkeztek ide, és foglalták el ugye ezt a területet. Ma már ilyen, hogy Filisztea nincsen. A Palesztina elnevezés ebből a Filiszteából származik, és a palesztinok tulajdonképpen filiszteusok, de a nagy különbség az az, hogy az ókorban a filiszteusok tehát görög népek voltak, akik Krétáról jöttek. A mai palesztinok viszont arabok, tehát teljesen másfajta népcsoporthoz tartoznak, csak elnevezték őket Palesztináról palesztinoknak. Tehát ez Filisztea, és itt az északi tengerpart pedig Fönícia, ugye ők a punok, akik híres hajósok voltak, és ez a föníciai tengerpart, vagy Szíró-Fönícia, két híres város, ami kikötővárosa van, ami városállam is volt az ókorban, a délebbit úgy hívják, hogy Tírus, az északabbit pedig úgy hívják, hogy Szidon. Ez Tírus és Szidon vidéke. Ez tehát a Szent Földnek a nyugati határa. Északon van tulajdonképpen két nagy magas hegység, szinte egymással párhuzamosan. Az egyiket úgy hívjuk, hogy Libanon, a másikat pedig úgy hívjuk, hogy Anti-Libanon. Ez a Libanon hegység, ami ebből a két hegyvonulatból áll, tehát a maga a Libanon hegyvonulat, és azzal szemben levő, ezért hívják Anti-Libanonnak, szemben álló Anti-Libanon. A kettő között van, amit úgy hívnak, hogy Beka völgye, és tulajdonképpen a mai Libanon az áll a tengerpartról, vagyis Tírus és Szidon vidékéből, és áll ebből a Beka völgyéből, illetve Libanonnak a hegyeiből, és ennek a bibliai neve az, hogy Geba. Ezen a néven találkozunk vele a Bibliában. Van még egy harmadik hegyvonulat,
és ez ismerős lesz nekünk, ez a Hermon hegye, és a Hermon hegyének a lábától ered három forrás. Na, keresek egy másik pennát, ezek kiszáradnak, szegények. Három forrás ered a Hermon lábától, és onnan indul a Jordán, ebből a három forrásból, a Jordán folyó, és folyik bele a Kinneret, vagy Hárfa tavába, egy kicsit a Hárfa alakú a tó, innen kapta a nevét, a héberül Kinneret, vagy Hárfa, és onnan folyik ki, és megy, és Jerikónál belefolyik a Holttengerbe. A Holttengerből meg már nem folyik ki, mert ugye azért Holttenger. Ez tulajdonképpen a természetes határa Izraelnek, és van egy fontos városunk, itt a Hermon tövébe, és ez Damaszkusz. Ez Damaszkusz. Tehát nagyjából látjuk, hogy itt valahol húzódik az északi határ, és megy le Hauránba. Ugye Hauránnak van fordítva, írva, ezt mi ma úgy hívjuk, hogy Golán. A Golán fennsíkról már mindenki hallott, ez egy város a Golán fennsík közepén, tehát a határ innen Damaszkusz alatt megy egészen a Golán fennsíkig, az ide esik. Oda is írjuk, hogy Golán. Ennek a bibliai neve az, hogy tudja valaki, netán Básán. Básán, bikái, ugye ismerősek 22. Zsoltárból, tehát ez a bibliai neve, hogy Básán. Aztán van megint egy hegység, ezek Ammonnak a hegyei, és hát arról a népről kapták a nevüket, amelyik ott élt, ugye az ammonitákról, és az ő fővárosuk volt Rabbat Ammon, a nagy Ammon, és ez a Rabbat Ammont ma úgy hívják, hogy Amman. És Jordánia fővárosa. A még lejjebb is van egy dombvidék, egy dombos körzet, ezek Moábnak a hegyei, és hát nem fogják elhinni, a moabiták lakták. És még délebre, hát ugye itt már elcsúsztam, mert valahova ide jön az öböl akkor, még délebre van Szeírnek a hegye, és ez pedig az edomitáknak a lakhelye volt, Edomnak a lakhelye. Tehát nagyjából így néz ki a dolog. Ugye itt északon laktak az arameusok, ugye ez Arám, vagyis ma azt úgy mondjuk, hogy Szíria. És aztán voltak még mindenféle egyéb népek. Ugye a sivatagnak ezen a nyúlványán, ha lefelé megyünk, akkor gyakorlatilag itt ma Szaúd-Arábia van. És ugye itt tehát itt Damaszkusz ugye Szíria, ez most Libanon, itt fölötte Törökország van, tehát itt van ugye Antalya, repülőtere is van, és kedvelt üdülőhely, és annak a közelében van például Tarzus városa, ahonnan Pál apostol származik, hogy a Tarzus és Saul ide viszik vissza, amikor ottan megtér, meg minden, és a kis békét akarnak, és akkor ide visszacipeli Tarzusba, és valahol itt van Antiochia, ugye, tehát Tarzusból Antiochiába viszi majd Barnabás magával, és így kezdődik a szolgálata. Jó, hogyha még keletebbre megyünk, akkor a következő ország, ami Jordánia mögött van, az ugye Irak, és hát van egy nagyon fontos folyónk, ami itt az, ugye az Ararát hegységtől indul el, és megy és mendegél, ugye az egyik az Eufrátesz, a másik pedig a Tigris. Na, hát nagyjából ez a kép. Most, ha Izraelen belül vagyunk, akkor itt van egy hegyvidék tulajdonképpen, amit szintén három részre szoktak tagolni, de ez maga Galilea. Itt a Karmel fokkal egy vonalban van egy síkvidék, ez egy alföld rész, ez az a bizonyos Megiddó mezeje, ugye? Ami szintén szerepel sokat a proféciákban. Alatta megint egy hegyes vidék következik, ez Efraim hegysége, vagy Izrael hegyei, ugye így találkozunk vele, Efraim hegysége. Efraimban volt a sílói sátor, tehát a törzsszövetség idején, a bírák korában itt állt a sátor. És utána, hogy itt a Holttenger környékén itt van Jerikó, a torkolatnál nagyjából,
És Jerikóból kell fölmenni Jeruzsálembe, tehát valahol itt van Jeruzsálem. Ugye az én Móriczka rajzomon, és hát akkor itt vannak Júda hegyei. Most ugye a dolog úgy néz ki, hogy ez a hegyvidék, ez egyben vízválasztó is itt a dolgokkal, mert a hegynek ezen az oldatán mediterrán az éghajlat, tehát olyasmi, mint Görögországban, meg Olaszországban, meg stb. Innentől errefelé viszont sivatagi, tehát szubtrópusi az éghajlat, olyannyira, hogy itt csak itt gyakorlatilag egy kősivatag van, és ezért mikor azt halljuk, hogy Júdea sivataga, vagy Júdea pusztája, például ugye Dávid ott bujdosott, akkor ez Júdeának a sivatagi részét, tehát a sivatag felüli a keleti oldalát jelöli vagy jelenti. No. Hát fel voltak osztva ezek a területek a törzsek között, ugye az északi területen Galileában volt 4 törzs, 2,5 törzs volt a Jordánon túl, és a többiek pedig itt lent laktak, ugye Efraim és Manasse lakta Efraim hegységét, tehát az Izraelt, az északi részét, és Júda, Benjamin, Simeon törzse lakták a délvidéket, és itt megint egy sivatag van, egy kietlen puszta sivatag, ugye ezt délvidéknek hívja a Biblia, és ennek a héber neve az, hogy Negev. Negev azt jelenti, hogy dél. Tehát ez a Negev sivatag. No. Hát azt mondja itt Ezékiel, hogy úgy fog kinézni tehát Izrael földje, és akkor ezt megpróbálom egy másik színnel bérajzolni, hogy itt elmegy a határa Damaszkusz alatt egészen Hauránig, és akkor utána itt visszajön, és itt így elmegy a sivatagig, és akkor itt Egyiptom patakjáig nagyjából egy ilyen téglalapszerű rész van. A közepén, ahol Jeruzsálem húzódik, van egy szent rész, a többit pedig felosztják a törzsek között, és ez van leírva 48. részben, egyenlően. Tehát úgy, mint ahogy a hentes felszereteli a húst, így sávokban, így szépen sávokba felosztják a földet a többi 12 törzs között. Csak elmondom, itt megnézhetitek, a 48. rész erről szól. Ugye az első rész Dán, aztán Áser, Naftali, Manasse, Efraim, Ruben, Júda, és Júda és Benjamin között van ez a bizonyos szent sáv, amiben majd ugye az 1000 éves királyság Jeruzsálem esik, és aztán utána van, ugye akkor délen Benjamin, Simeon, Isakár, Zebulon és Gád. És akkor így megvan az összes törzs. Lévi hiányzik a törzsek közül, ugye József két részt kap, mert József két fia, Efraim és Manasse külön szerepelnek itt az örökségben, és Lévi azért hiányzik, mert a szent rész ugye a leviták és a papoké, tehát az az ő jussuk és az ő tulajdonuk. Tehát ez a látomás, amit Ezékiel ad Izraelről, és ha megnézzük ezt a látomást, akkor a következőt látjuk, ha a mai térképpel összehasonlítjuk. Az egyik az, hogy a mai Egyiptomból egy jelentős rész még Izrael területe, a mai Szíriából egy jelentős rész Izrael területe, Libanon teljes egészében Izrael területéhez tartozik, és egyébként pedig a történelmi Izrael területét is ez magában foglalja, de nem tart a Nílustól az Eufráteszig. Sem. Ezek a területek nagyjából annak a területnek felelnek meg, amely fölött annak idején Salamon és Dávid úr voltak, tehát nagyjából az ő királyságuk kiterjedésének felelez meg. Most ugye Izrael állandó kapcsolatban volt a környezetében levő népekkel, népcsoportokkal, és ezeknek a népeknek a végidőkben elfoglalt helyzetéről a Biblia mesél nekünk, beszél nekünk. Ezek most kivétel nélkül mind arab nemzetek. Ugye az arab nemzetek keletkezését is ismerjük, az vissza kell lapoznunk a kezdetek könyvében a 16. fejezethez, az 1 Mózes 16-hoz. Érdemes megnézni, hogy mit prófétál az Úrnak az angyala Hágárnak a születendő gyermekről, hiszen ez a néhány sor, ez elég jelentőség teljes. Ugye a történet az, hogy Ábrahám nem győz várni, és Sárának az a jó ötlete támad, hogy az egyiptomi szolgálót odaadja, Ábrahámnak ajándékozza, és teherbe is esik ez a szolgáló.
De mikor teherbe esik, megveti Sárát, nincs tisztelete Sárának a személye előtt, és ezért Sára elzavarja, vagy hát addig gyötri, míg elmenekül, és a sivatagban meg akar halni, de akkor az úrangyala rátalál, és visszaküldi Sárához, és a következőt mondja neki az úrangyala, az 1 Mózes 16:11 szerint. Íme teherbe estél, fiút fogsz szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr a nyomorúságodról. Ugye az Izmael név az Is és a Smuel névnek az összetevéséből van, az Is azt jelenti férfi, a Smuel pedig az, hogy meghallgatni, tehát meghallotta az Úr a nyomorúságodat. Ezért nevezik Izmaelnek, vagy Izmaelnak, ugye. Szilaj ember lesz ez, a Károli úgy fordítja, hogy vad természetű. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki kezet emel, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Mi lesz a természete ennek? Egy másik helyen, hogy a vadszamárhoz hasonlítja a népeket. Az egyik az, hogy vadtermészetű ember lesz, nem lesz szelíd ember. A Bibliában a vadtermészetű ember hódítót jelent. Olyan embert, aki hódítani akar. Tehát azt mondja, hogy ennek a nemzetnek a belső természete, vagy ennek a népnek a belső természete az, hogy nagyon büszkék, öntudatosak, hódító népek, és nem nagyon együttműködőek. Tehát a partneri viszony az nagyon nem jellemző rájuk. És hát tudjátok, hogy a hódító népekre az a jellemző, hogy vagy ő hódít meg téged, vagy te hódítod meg őt, de azt a fajta partneri viszonyt nem nagyon lehet vele kialakítani, amire az ember amúgy vágyna a szomszédjával, vagy vágyna más emberekkel. Most mit tudsz csinálni egy vad természetű emberrel, mit tudsz csinálni egy vadállattal? Mit csinálunk egy vadállattal? Hát mi kicsi ugye befogadhatjuk, és akkor nagyon aranyos, meg minden, de mikor megnő, mi a probléma? Még ha a te házadba is nőtt fel, meg tehetetted, meg minden, a vadállattal az a probléma, hogy soha nem tudod, hogy mikor tör elő a vad természete, és soha nem tudod, hogy mikor mar meg. Valójában kiszámíthatatlan, és ez a különbség ugye a szelíd és a vad természet között. A bárány természet, az kiszámítható, az tudható, hogy önmagától ártani neked nem fog. Egy vad természet azonban nem kiszámítható ilyen területen, és állandóan résen kell lenni, hogy nehogy valami baj, vagy nehogy valami kár történjen. Tehát ilyennek látja az Úrnak az angyala, hogy ilyennek jelenti ki a proféciában az Úrnak az angyala ezeket a nemzeteket, akik most ezeket az országokat lakják. Hát akkor most vágjunk bele a nehezébe. Hát ugye ez sem egyszerű, de most nehezebb jön. Ezek nagyon izgalmas dolgok én szerintem, de kénytelen az ember hát bizonyos ismereteket megszerezni ezzel kapcsolatban. Ezek nélkül nem is nagyon érthető a profécia. Hát a nagy profétákat hívjuk segítségül elsősorban, és nézzük meg akkor, hogy milyennek látja Jeremiás a végidőkben ezeket a nemzeteket. Jeremiás prófétának a vége felé, a 47. résztől van egy gyűjtemény, ahol a Jeremiás a nemzetekről jövendől. A 46. fejezetben kezdődik, így ez a felirata ennek a gyűjteménynek, az Úr igéje, amely Jeremiás prófétához szólt a népekről, a nemzetekről. És itt most csak azokat a részeket néznénk meg, amelyek a mi témánk szempontjából fontosak. Ugye először a 46. fejezet Egyiptomról szól. Egyiptom azért volt fontos, mert Jeremiás idejében Egyiptomtól vártak segítséget, ugye a déli királyságtól vártak segítséget az izraeliták a Babilon ellenében, és a proféciák arról szólnak, hogy nem lesz segítség, talán a leghíresebb kép ebből, hogy olyan, mint a repedezett nád, Egyiptom, aki rátámaszkodik, eltörik a keze alatt, és átfúrja ugye az eltört nád a pálca a kezét. A vége a 46. résznek, az utolsó vers így szól, ne félj szolgám Jákob, így szól az Úr, mert én veled leszek, véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget, megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Tehát ugye Isten azt mondja, hogy bár mennyire is próbálják Egyiptomot, mint egy pajzsot használni a büntetéssel szemben, ez nem fog sikerülni, és ez tulajdonképpen Egyiptomnak a tragédiája. Aztán a filiszteusokról látunk egy proféciát, de ez szintén alapvetően a Nabukadnézár féle időkre szól. A 48-as fejezetben kezdődik el Moábnak az ítélete, és ebből igazán a végeredmény érdekel bennünket, hogy mi lesz a végén.
és a végére lapozunk ugye ennek a fejezetnek, akkor a következőt olvassuk a 40. verstől. Ezt mondja az Úr. Lecsap Moábra, mint a sas, kiterjesztett szárnyal, elfoglalja a városokat, beveszi a várakat, olyan lesz azon a napon Moáb vitézeinek a szíve, mint a vajudó asszony szíve. Elpusztul Moáb, nem lesz többé, mert felfogalkodott az Úrral szemben. Rettegés, verem és csapda fenyeget téged Moáb lakossága, így szól az Úr. Aki a rettegés miatt menekül, verembe esik, és aki feljön a veremből, kelepce fogja meg, mert elhozom Moábra a büntetés esztendeit, így szól az Úr. Hesbon árnyékában állnak meg erőtlenül a menekülők, de tűz csap ki Hesbonból, ugye ez a fővárosa tulajdonképpen a legfontosabb városa ennek a térségnek, és láng Szihon palotáiból megégeti Moáb halántékát és a lármázók koponyáját. Jaj neked, Moáb, elmosztul Kemós népe, ugye ez a főistenség, a Kemos, mert fiaidat fogságba viszik, és leányaidat rabságra. De majd jóra fordítom Moáb sorsát az utolsó időben, így szól az Úr. Eddig tart Moábnak az ítélete. Mi tudható ebből? Ugye Dániel próféta azt mondja, hogy jön majd az Antikrisztus, ugye északról, és dúl ezen a területen, ezen a földön, de Moábnak és Ammonnak a szíme java megmenekül, tehát szorongatni fog ez a nép. Ugye ez most Jordánia közepe, tehát Jordánia közepéről beszélünk, de a végén jóra fordul a sorsa, vagyis az ezeréves királyságban Moáb virágozni fog, és a sorsa jóra fordul. Ugyanezt mondhatjuk el Ammonról, ugye a 42. rész, ez most amiről beszélünk, tehát a mai Jordániának az északi része. Ugyanígy van, minden baja van Ammonnak, de a 6. versben ugyanezt a refrén találjuk, de végül jóra fordítom Ammon fiainak a sorsát, tehát az ezeréves királyságban ők is megsindik az antikrisztusi időket, szenvedni fognak, büntetés éri őket is, de aztán jóra fordul a sorsuk, és ezek a népek békében fognak Izraellel élni az ezeréves királyság kezdetén. Utána Edomról van ítélet, ugye ez a 3. nép, Edom, aki most a Dél-Jordánia, tehát Jordánia déli részéről beszélünk, és hát itt már ugye kemény dolgok vannak, azt mondja az Úr, akire nem vonatkozott az ítélet, hogy kígyák a serleget, 12. verset olvasom, 49. részben, kénytelenek kínni azt, és te büntetlenül maradnál? Nem maradsz büntetlenül, hanem ki kell innod, mert magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy bocra, borzalmas, gyalázatos és átkozott romhalmaz lesz, a többi város is örökre romhalmaz marad. Tehát itt nem átmeneti a pusztulás, hanem örökre romhalmaz marad. A 17. versben is így folytatja, Edom pusztává lesz, aki csak arra jár megborzad és fölsziszen, az őt ért mindenféle csapás miatt, nem lakik ott többé senki, és nem tartózkodik benne egy ember sem, azt mondja az Úr, akár csak az elpusztított Szodomában, Gomorában és szomszédságában, mind a Jordán bozottjából a zöldelő legerőre feljövő oroszlán, úgy űzöm el őket egy pillanat alatt, és választottamat helyezem föléje. Tehát gyakorlatilag ugye izraeli fennhatóság alá fog kerülni. Azt mondja, hiszen kifogható hozzám, kivonhat engem felelősségre, és melyik pásztor szállhat szembe velem. Így hát halljátok meg az Úr tervét, amelyet eltervezett Edob ellen, és gondolatait, amelyeket kigondolt témán lakói ellen. Elhurcolnak mindenkit, stb. Elhat a jajkiáltások a vörös tengerig, és a dolognak ugye az a lényege, hogy nem lesz lakott hely az ezeréves királyságban sem. Más proféciákból, majd ezt is elolvassuk Ézsaiástól, megtudjuk, hogy a végső ütközet, ugye, amit helytelenül Armagedonnak hívnak, de ugye az Armagedon az itt volt fönt, innen megy majd az Antikrisztus Jeruzsálem ellen, és üldözi a menekülőket a sivatagon keresztül egészen Edomig. És itt Edomban van egy város, ami ugye itt a kulcsszerepet játsz, ezt a várost hívják, ugye történelmi nevén Bocrának. Ennek a romjai egy mai nagy látványosság Petra mellett találhatóak, tehát gyakorlatilag ez ugyanaz a terület, mint ahol ma Petra van. És a Biblia nagyon határozottan több proféta egybehangzóan állítja, hogy a végső, a döntő ütközet az Antikrisztus seregei között, és a Mesiás között itt lesz, Edomban lesz, Bocrában lesz, és ennek eredményeképpen ez az egész terület elpusztul, és úgy is marad. Ez egész ezeréves királyságban puszta marad. Nézzük meg akkor, az egyik újatok maradhat itt is akár, nézzük meg akkor Ézsaiásnál a párhuzamos helyet. Annyira, hogy a Gehennának a képe is ugye felötlik. 34. fejezet foglalkozik Edommal,
Ézsajásnál, és csak szemelvényeket olvasok, nem akarom az egészet végigolvasni, de házi feladat, olvassátok végig. Szóval jöjjetek ide népek, halljátok, figyeljetek nemzetek. Ugye mindig meg kell nézni, hogy kinek szól a profécia. Nem Júdának, nem Izraelnek, minden népnek, minden nemzetnek, tehát egy általános megszólítás van. Hallja meg a föld, és ami rajta él, a világ és minden szülötte. Tehát egyértelmű, hogy kik a címzettjei az üzenetnek. Megharagodott az Úr minden népre, haragra gerjedt egész seregükre, kiírtja vágóhídra, viszi őket. És akkor ott van egy borzalmas csatának a képe, ugye, és ez megegyezik azzal, amit a Jelenések könyvében is olvasok. Mészárlást tart az Úr, ugye a hatodik vers azt mondja, mert áldozatot tart az Úr Bocrában, nagy mészárlást Edom országában, pontosan ez az áldozatnak a képe van leírva minden más helyen is, a Jelenések könyvében is ugye azt olvassuk, hogy azért gyűjtetnek össze a népek, mert nagy áldozata lesz az Úrnak. Bivajok hullanak el, bikák, tulkokkal együtt, ugye ezek a vezéreket, a nép vezetőit, a hatalmasokat jelentik, vértől részegedik meg a föld, és így tovább, mert az Úr bosszúállásának napja ez a megtorlás éve Sion perében. Patakjai szurokká változnak, pora kénkővé lesz, földje pedig égő szurokká. Ugye innen veszi a Biblia kénkővel égő tüzes szurok mocsárnak a képét, ami a Gehennának a szinonimája. Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, folyton gomolyog a füstje, nemzedékeken át pusztán marad, soha senki nem jár arra, pelikán és bölömbika veszi birtokba, fülesbagoly és holló tanyázik benne, kietlenséget mér ott a mérő, pusztaságot a mérő ón. Nemesei senkit sem kiáltanak királyá, vezetői mind semmivé lesznek, és így tovább, és így tovább, és mindenféle tisztátalan állatok fognak benne lakni, és így fejezi be a 16. versbe. Keressétek majd meg az Úr könyvében, és olvassátok, egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az Úr parancsa ez. Tehát amikor az 1000 éves királyságban az iskolásoknak tanulmányi kirándulás rendeznek Edomba, akkor elolvassák nekik ezt a részt, és akkor azt mondják, itt van a szemétek előtt, látjátok az Úr könyvében, Ézsaiás próféta az időszámításunk előtt 800 évvel ezt megírta, tehát 3000 évvel ezelőtti ez az üzenet és ez a profécia. Jó, tehát Edom egy elpusztult földképét mutatja. Ha tovább megyünk, akkor ugye találunk egy jövendőlés Damaszkuszról, ami a mi szempontunkból nem túl izgalmas, mert ez megint a babiloni fogsággal kapcsolatos, és nem a végidőkről. És utána Kédárról és Hácor királyairól találunk egy jövendőlést, aminek az eleje megint nem nagyon érdekel bennünket, de ami ma Szaúd-Arábia, az a Bibliában Kédár és Hácor. Kédár és Hácor, ez gyakorlatilag az arab sivatag. Az arab félsziget, az arab sivatag. Mi az érdekesebben a 33. vers, azt mondja, a Hácor sakálok tanyája lesz, puszta marad örökre, nem lakik ott senki, és nem tartózkodik ott ember. Mit jelent ez? Az, hogy ez is egy elpusztult hely lesz, ugyanúgy, mint Edom. Vagyis a mai Szaúd-Arábia egy állandó, égő és füstben gomolygó, lakatlan hely lesz az 1000 éves királyságban. A következő ugye jövendőlés Élámról szól, a 34. verstől kezdődik, így szól az Úr ígére Jeremiás prófétához Élámról, Sedékiás király uralkodása kezdetén, stb. Stb. Élám, az Perzsia, tehát akkor most akkor itt még ide képzeljük Irakot, és mögötte van Perzsia, tehát gyakorlatilag ez Iránnak az északi része és a mai Afganisztánnak a területe, amiről beszélünk. Ugye ezek is éppen izgalmas területek. És itt is azt mondja a 38. vers, hogy felállítom trónomat Élámban, elpusztítom királyát és vezetőit, így szól az Úr. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mit jelent az, hogy felállítja az Úr a trónját Élámban. És a lényeg a lényeg, de az utolsó időben jóra fordítom Élám sorsát, így szól az Úr. Tehát azt jelenti, hogy ez az itt lakó népek is számüzetésbe mennek, nyomorúságra vannak ítélve, de a föld nem pusztul el, és az 1000 éves királyság során újból visszatérnek, újból betelepülnek, és ott megint élet lesz. Ez tehát gyakorlatilag Irán és a mai Afganisztán. Hát Babilonnal már nem ez a helyzet, ugye a következő két vers csak Babilonnal és semmi mással nem foglalkozik, és ebből megint bennünket ugye a végidők Babilonja és a végidő Babilonjának a bukása érdekel. Az 50. rész 33. versétől olvasom
az igét. Ezt mondja a seregek ura, nyomorgatták Izrael fiait Júda fiaival együtt. Akik fogságba hurcolták, ott tartják őket, nem akarják elbocsájtani. De megváltójuk erős, seregek ura a neve, győzelemre viszik ügyüket, nyugalmat hoz a földre, Babilon lakóira azonban rettegést. Fegyvert küldök a káldeusok ellen, így szól az úr, Babilónia lakói ellen, vezetői és bölcsei ellen, és mindenki ellen jön a fegyver, 39. vers, azért vadmacskák, meg hiénák fognak ott lakni, és trucmadarak laknak majd benne, soha többé nem lakják, lakatlan lesz nemzedékről nemzedékre. Ahogyan elpusztította Isten Szodomát és Gomorát, meg a szomszédságát, így szól az úr, úgy itt sem lakik senki, nem tartózkodik benne egy ember sem. Tehát gyakorlatilag ugye az egykori Babilon, most amiről beszélünk, az Iraknak a déli része, el fog pusztulni, és ugyanúgy, mint Szodoma és Gomorra elpusztult, ez is puszta hely lesz. Tehát három ilyen puszta helyet tudunk. Az 1000 éves királyság kezdetén az egyik Edom földje, a másik Szaúd-Arábia, mostani Szaúd-Arábia, és annak is inkább a déli része, és a mostani Babilon, a mostani Iraknak a déli része. És akkor lapozzunk Ézsaiáshoz. Nézzük meg talán ezt a... először ezt a 13. fejezetet, hogy lássuk, hogy Jeremiás és Ézsaiás egybehangzóan ugyanazt állítják. Ugye a 13. rész szól Babilonról, ez megint nagyon érdekes, de nem akarom az egészet felolvasni, csak a 19. verstől olvasom Ézsaiás prófétát. Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége, a káldausok fenséges dísze, ahogyan földulta Isten Szodomát és Gomorát. Tehát szóró-szóra ugyanazt mondja, mint Jeremiás. Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátorozott az arab, nem dereltetnek pásztorok, hanem pusztai vadak tanyáznak, baglyokkal telnek meg a házak, strucok laknak majdok, démonok szökelnek ott, hiénák üvöldöznek kastélyaikba, gyönyörű palotáiba, sakálok, mert hamar eljön az ideje, nem késnek napjai. Ugye ugyanezt látjuk a jelenés könyvében, hogy elpusztul Babilon, folyamatosan felszáll a füstje, és lesz minden tisztátalan állatnak, és minden tisztátalan szellemnek a tanyája. Miért érdekes ez? Mert valószínűleg ezek mind a büntetésnek a területei, amik kialakulnak, tehát egyfajta mini gehennák, és itt Edomról tudjuk, hogy az itteni gehennába vettetik bele az Antikrisztus meg a hamis próféta. A babiloni gehennáról pedig tudjuk, hogy a démonok lakóhelye lesz, tehát a démonok vettetnek oda. Kérdés az, hogy mi lesz a szaúd-arábiai gehennával, erről nem találtam utalást, úgyhogy ezt keresétek, utassátok, akinek van ötlete, szóljon. Nyilván annak is valami funkciója csak lesz, tehát valakik ottan bűnhődni fognak, de erről nem szól az írás, hogy miért és hogyan. Jó, akkor lépjünk tovább, és akkor nézzük meg... Igen. A 16. részben megerősíti az, amit Jeremiás mond, megerősíti az Ézsaiás próféta is, ugye, hogy Moáb szenvedések után végül is Izraellel jó barátságban lesz. Csak a lényeget olvasom megint, a 16. rész, 4. és 5. verse, mert vége lesz az erőszaknak, megszűnik a pusztítás, eltűnnek az ország eltiprói, ugye Moábról van szó, tehát Moáb, akiről beszélünk, kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul azon Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal és szorgalmazza az igazságot. Tehát részei lesznek a messiási királyságnak a moabiták is. Jó. Utána Damaszkusz elleni jövendőlés van a 17. részben, ez most a mi szempontunkból nem érdekes. Aztán Etiópiáról van szintén jövendőlés a végidőben. Az etiópok is megtérnek, ugye csak a 7. verset olvasom. Abban az időben ajándékot visz a seregek urának a szálas és sima arcú nép, és a retteget nép, az elsőprő elejű nép, amelynek hazáját folyók szelik át, a seregek ura nevének a helyére, a Sion hegyére. Tehát az etiópok is az 1000 éves királyságnak részei lesznek. Hát most itt, ha ránézünk a mi térképünkre, akkor, hogy elképzeljük így lefelé az arab félszigetet, akkor azt ugye a Vörös tenger választja el Afrikának a másik részétől, és ha Egyiptom felé megyünk, akkor most úgy néz ki, hogy a régi, az ókori Egyiptom, ma két ország, északon Egyiptom, délen pedig Szudán. Ugye ez alsó Egyiptom, ez meg felső Egyiptom, ugye ezt ma Szudánnak hívják, felső Egyiptomot, és alatta van
Etiópia, tehát tulajdonképpen az a még délebre, tehát itt ha megyünk a Nílus mentén, megyünk délre, akkor eljutunk egész Etiópiába. Erről van szó. Utána ugye Egyiptom jön, és erről beszéltünk, ha emlékeztek rá, vagy akik itt voltak, hogy az Antikrisztusról szóló tanításban, hogy az Ézsaiás 19-ben van leírva az az ige, ami arról szól, hogy nemzet nemzet ellen támad, és nép nép ellen támad, és ezért azt gondoljuk, hogy a végidők bevezető eseménye egy polgárháború Egyiptomban. Ennek a képe van leírva itt az Ézsaiás 19-ben. Azt mondja, hogy Egyiptomit egyiptomira úszítok, hogy nép nép ellen, ember embertársa ellen, ország ország ellen, tartomány tartomány ellen harcoljon. Oda lesz Egyiptom bátorsága, stb. Ugye kiszolgáltatom az egyiptomiakat, egy keménykezű úrnak, egy erőskezű király uralkodik majd rajtuk, így szól a seregeknek az ura. És tudjuk, hogy a végidőkben ugye a történéseknek az lesz a lényege, hogy az északi király, aki Asszíria név alatt fut, és ő ugye az Antikrisztus, ő egy dél elleni hadjáratot vezet, és a déli királyt és a seregeit elárulják tulajdonképpen az etiópiaiak innen, meg a líbiaiak onnan, tehát ugye a Líbia itten van, meg vagyok lőve egy nagy térkép nélkül, de nincsen. Tehát ezek az etiópok, meg a líbiaiak hátba támadják a déli királyt, és az északi király ezért lesz sikeres, és ezért foglalja el a déli földet, és ráteszi a kezét a kincseire, és ekkor gondolja azt, hogy ő a világura is mindent megtehet, innen tér vissza Jeruzsálembe, ekkor kezdi el üldözni a zsidókat, ekkor állítják fel a pusztító utálatosságot a templomba, ekkor kell futni, ugye szaladnak majd a zsidók arra a helyre, ami el van készítve nekik, és ő utánuk megy majd az Antikrisztus, és akkor itten Bocránál lesz majd a végső összeütközés, az összecsattanás. Na de a lényeg, hogy itt a 19. rész 16. versétől meglepő fordulat áll be. Azon a napon, ugye az Úr napjáról van szó, olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok, borzadni és rettegni fog a seregek ura fölemelt kezétől, mert fölemeli ellene. Egyiptom rettegni fog Júdától. Hát ez már azért félig meddig beteljesedett, mert ugye 4 háborúban nyomták le szegény egyiptomiakat elég rendesen, úgyhogy ha csak említik is előtte, már retteg a seregek urának végzésétől, amelyet ellene hoz. Azon a napon 5 olyan város lesz Egyiptomban, amely kánaáni nyelven beszél, és a seregek urára esküszik. Az egyiket napvárosnak nevezik. Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptomban, a határán pedig az Úrnak szentelt oszlop. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. A segítségért kiáltanak az Úrhoz sanyargatóik miatt, küld szabadításukra olyan vezetőt, aki megmenti őket. Akkor megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Urat. Tisztelni fogják az Urat véres áldozattal és ételáldozattal, fogadalmat is tesznek az Úr nevére, és teljesítik. A csapással sújtja is az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja. Megtérnek az Úrhoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket. Akkor majd országút vezet Egyiptomból Asszíriába, úgy, hogy az asszírok Egyiptomba, az egyiptomiak pedig Asszíriába mehetnek, és Egyiptom Asszíriával együtt tiszteli az Urat. Azon a napon Egyiptom és Asszíria mellett Izrael, mint harmadik ország, áldás lesz a földön. A seregek ura pedig ezt az áldást mondja. És itt egy vers következik, egy prófétai vers. Áldott Egyiptom az én népem, és Asszíria kezem alkotása, meg Izrael az én tulajdonom. Tehát azt jelenti, hogy ez lesz ugye Izraelnek a területe az 1000 éves királyságban, de itt délen lesz egy nagy erős ország, Egyiptom, aki ugyanúgy az Úrra esküszik, és északon pedig az Antikrisztus korábbi országa, korábbi birodalma szintén megtér az Úrhoz, és út lesz gyakorlatilag ugye, ami összeköti a két kontinenst, Afrikát és Ázsiát, és ezen keresztül Európát. És ez az út, ez most is létezett, ez egy fontos út volt, ez az a tenger útja, ugye a Via Maris, ami az ókori időkben is létezett. És ez az út a háborúk útja volt, mindig ezen jöttek, mentek, vonultak a hadseregek, és azt mondja, most nem a háború útja lesz, hanem a béke útja, ezen az úton mennek az emberek, az asszírok is Jeruzsálembe, meg az egyiptomiak is mennek Jeruzsálembe. Joel azt látja, hogy feljönnek Jeruzsálembe mindig megünnepelni a sátoroknak az ünnepét, és azt mondja, ha nem jönnek fel az egyiptomiak, akkor nem lesz eső. És ezért az egyiptomiak mindig felmennek megünnepelni a sátorok ünnepét, hogy legyen eső Egyiptomban. Jó, tehát ez ugye a következő két nagy ország, és ez a vége tulajdonképpen ugye ennek a történetnek.
Mit mondhatunk összefoglalásképpen? Tessék? Hamas, nem, nincs a proféciákban benne. Ha csak a vad természetű népként nincsen benne. Jó, hát ami érdekes, ugye még Tírus és Szidon, ugye láttuk, hogy Tírus és Szidon a mai Libanon tengerparti területeit. Ez egy nagyon rejtélyes profécia, amit a 23. versben Tírusról és Szidonról van. Azt mondja, ugyanúgy fogságba megy, mint ahogy Júda elment a babiloni fogságba. 15. versben azt mondja, akkor majd elfelejtik Tíruszt 70 évig, ameddig egy király él. 70 év múlva úgy jár Tírus, ahogy a szajha nóta mondja, fogd a citerát, járd be a várost, elfelejtett szajha, szépen penges, dalolj sokat, hogy emlékezzenek reát. 70 év múlva az úr meglátogatja Tíruszt, és ismét megkapja bérét, mert paráználkodni fog a világ minden országával a föld színén, de keresete és bére egyszer még az Úr szent tulajdona lesz. Nem teszik a kincstárba, hogy ott őrizzék, hanem az Úr szín előtt lakóké lesz a kereset, hogy jó lakásig ehessenek és szép ruhába öltözzenek. Hát azt látni, hogy újból feléled, ugyanolyan 70 év után, mint ami ugye a babiloni fogsággal kapcsolatban felmerül, újjáéled ez az egész terület, és újból kereskedő kolónia lesz, ugye az egész világgal fog paráználkodni, az alatt azt érte Bibi, hogy kereskedni, tehát mindenféle javakat cserélni, kalmárkodni, és azt mondja, hogy elénekli a parázna nőnek a dalát, és ahogy ugye tudjuk, hogy innen származott Jézabel, akit Akhábnak vettek feleségül, Pun királylány volt, és ez egy szörnyű korszakot hozott Izraelre, mert ezek a föníciai bálványok ugye bekeveredtek Izraelbe, és akkor szörnyű tragédiának lettek okozói, még a déli királyságban is, ugye Atáliával az élet majdnem a teljes messiási vonalat kiirtották, az egyszerűen Joás dugta el a lánya, aki saját unokája volt, a saját unokáit megölette Atália, kivégeztette egytől egyik, csak az egyszerűen Joás menekült el, és így maradt meg tulajdonképpen a messiási vonal. Szóval ez egy szörnyű időszak volt, és ugyanez az időszak újból eljön, a gazdagság és a bálványimádás lesz Tírusznak a jussa, de aztán utána egy ítéletképpen a kincsei az Isten népéjé lesznek, de azt mondja, nem a templomba teszik, mert az tilos volt, hogy a törvény azt mondta, hogy a parázna a bért nem lehetett berakni a templomnak a kincsei közé, hanem gyakorlatilag a lakók javát fogja szolgálni a gazdagság, amit Tírus magának gyűjtött. Itt a rejtély ugye arról szól, hogy Tírus 70 évig el lesz felejtve, ameddig egy király él. Ezzel kapcsolatban nincs ötletem. És nem is találtam senkit, akinek volna. Jó, ami érdekes még, és szintén megérne egy tanulmányozás, de ezzel ma már nem fárasztanának benneteket, az a következő néhány fejezet. Ugye ez tulajdonképpen a végidőkről szól, a 24., a 25., a 26. és a 27. fejezet adja a Jelenések könyvének a hátterét. Tehát, hogyha ezt a fejezetet áttanulmányozod, akkor jobban érted a Jelenések könyvének a történéseit, mert a Jelenéseknek az utalásai ezeknek a fejezeteknek a tartalmára utalnak vissza. Tehát mindaz, ami a Jelenések könyvében, a végidőkkel és Izrael történetével kapcsolatos, annak az alapjait itt találjuk meg ebben az Ézsaiásnak, ebben az apokalipszisében. De most nem fogom ezt végigvenni, pedig nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Na jó, hát akkor próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi az, amit tudunk. Hogy fog kinézni a világ az ezeréves királyság kezdetén? Ugye látjuk, hogy Izrael nagyobb lesz a mostani Izraelnél, az úgynevezett megszállt területek is izraeliek lesznek, sőt, teljes Libanon izraelé lesz, Szíriának a déli részének a jelentős része szintén Izraelhez tartozik, és nem az egész sínai félsziget, de a Negev sivatagnak jelentős része, és a mai Egyiptomnak is jelentős része izraelé lesz. Hát mennyi lehet kilométerben? Hát nehéz megmondani. Hát olyan 600 kilométerre satszolom én, 500-600 kilométer lehet. Hát igen, tehát Jeruzsálem és a Kinneret az körülbelül 120 kilométer, így, és akkor onnan még Damaszkusz még 150, ugye? Tehát az akkor olyan 300 kilométer, és akkor Jeruzsálem Eilát,
250 körül, át a Negeben. Tehát körülbelül 500-550 kilométer lehet így hosszában, nagyjából. Hát itt azt tudjuk, hogy Jeruzsálem-Jaffa, ez 34 kilométer, mondjuk közúton, tehát akkor ez a térképen ez olyan 25 kilométer körül lehet, és a Tese sokkal több, tehát keresztben úgy 50-60 kilométer. Nem olyan nagyon nagy. Tehát szerintem, ha kiszámoljuk négyzetkilométerre, akkor Magyarország méretű terület jön ki, én szerintem. De hát ez pontosan utána kéne ennek számolni akkor. Jó. Mit tudunk Egyiptomról? Egyiptomot egybe kezeli a Biblia, tehát a mai Szudán és Egyiptom megosztottsága el fog tűnni, és Egyiptom is teljes mértékben az Úrnak fog szolgálni, és egy hívő város lesz, és része lesz a messiási birodalomnak. Mit tudunk a mai Jordániáról? A mai Jordánia ugye három részre esik szét. Az egyik ugye Ammon, akik megsínlik az antikrisztusi időt, de végül a sorsuk jóra fordul, ugyanezt tudjuk elmondani Moábról. Ugye őnekik az eredetekről mit tudunk? Ők Lótnak a fiai, aki a két leányától születtek a Szodoma és Gomorra pusztulása után. Edomra viszont teljes pusztulás vár, és puszta is marad az egész ezer éves királyságban. Ez azért lesz különösen érdekes, vagy különösen hangsúlyos, mert ugye az egész vidék úgy fog kinézni úgyból, mint az Édennek a kertje. Tehát egy elképesztő élet lesz, ugye az emberek is hosszú életet élnek meg, és az egész úgy fog virágozni, amit mi még elgondolni sem nagyon tudunk. És annak az egész virágzásnak a közepébe lesz egy kénkővel égő, gobolygó füstű valami hely. Úgyhogy ez ott ki fog, most nem lógna ki annyira a sorból, mert egy kietlen kősivatag van ott, de akkor ki fog lógni a sorból. Aztán Szaúd-Arábiáról azt tudjuk megint, hogy szintén ítélet alá kerül, és nem lesz lakott hely. Irakról mit tudunk? Irak két részre fog oszlani. Az északi rész, ugye, ami Asszíriához tartozik, az végül is megtér, és része lesz az ezeréves királyságban a messiás uralmának. A déli rész viszont teljesen elpusztul, és puszta is marad. És a démonok büntető lakóhelye lesz, és a füstje felszáll az égre. Mit tudunk Iránról? Ugye Elámmal kapcsolatban ezt azt olvastuk, hogy Elám is megsínli a dolgokat, fogságba megy, háborús útja, de a végén újból visszatérnek az emberek, és újból lakott terület lesz, sőt az Úr trónját is felállítják Elámban, tehát valami módon lehet ezen ötletelni, hogy mit értünk ez alatt. Ugyanezt mondhatjuk el, hogy az afrikai kontinens többi országáról, amik Egyiptomhoz csatlakoznak, hogy Etiópia is ugyanebben a vonalba áll be, tehát az etiópok is ajándékot visznek a seregek urára. Tessék? A seregek urána. Tehát ez az a vízió, ez az a látomás, amit a proféták látnak. Ugye két dolgot kell számításba venni, hogy megnézzük a mai térképeket, megnézzük a mai mozgásokat, akkor azért azt tudni kell, hogy ugye itt az Antikrisztus azért átrajzolja a térképet, és az antikrisztusi idők elég jelentőség teljesen, tehát azt, ha bele kell kalkulálni azokat a mozgásokat, amik az antikrisztusi időkben vannak. De minden esetre, amit prognosztizálni lehet, ugye az egyiptomi polgárháborút prognosztizálni lehet. Azt is prognosztizálni lehet, hogy Jordánia, mint olyan, meg fog szűnni létezni. Azt is prognosztizálni lehet, hogy a Szíria mai területének a töredékére fog összesugorodni. Irak szétesik két részre, egy északi részre és egy déli részre, egy szerencsésebb északi részre és egy szerencsétlenebb déli részre. Irán háború hadszintere lesz igazándiból, és Szaúd-Arábia pedig megsemmisül. Igen. Libanon betagozódik Izraelbe, tehát nem lesz önálló ország. Van-e kérdéstek? Csak kérdés. Jó, hát nyilván ez nagyon sok kérdést vett föl, én ezt nem is akarom azt mondani, most mindent megoldottunk, csak szerintem áldásos ezen azért gondolkodni, elmélkedni, és nem tudom én ezt a napi hírekbe elhelyezni, meg nem is cél az, hogy a napi hírekbe elhelyezzük, hanem ezek benne vannak a Bibliában, és talán most
van kellő belső motivációnk arra, hogy ezeket a nehezebb részeket is előszedjük, és elolvassuk, és végig gondoljuk. De ha van bennetek kérdés, vagy szeretnétek valamit kérdezni, akkor azt most tegyétek meg. Mondjad, Feri. Mi ez Magyarországgal? Hát én szerintem Magyarország két részre szakad. A Duna mentén. Hát, ha engem kérdezel, mi lesz Magyarországra, én úgy gondolom, hogy Magyarország ebben a mai formájában nem fog fennállni, hanem lesz egy rész, ami a Duna fölött van, és egy rész, ami a Duna alatt van. Tehát a Duna vonalánál válik szét az ország. Hát most én szívesen elmondom, hogy miből gondolom ezt, de az körülbelül még 42 igen helyre megy vissza. Úgyhogy ezt most, ebben most nem fognék bele, most fogadjátok ezt a rövid választ, és akkor, ha tetszik... Ebben mikor fogják bele? Nem, hát ugye Magyarországról így direktben nincsenek proféciák, hanem a világnak az egyéb állapotával kapcsolatban lehet erre következtetni. Igazándiból a fő érvem az az, hogy ugye a római birodalomnak a limeszei, a területei hogyan és miképpen húzódtak, tehát ez szerintem egy lényeges kérdés. És ugye a Duna vonala volt a római birodalom határa. Úgyhogy most még lehet költözni, tehát aki az antikrisztusi unióba szeretne lakni, az költözzön a Dunán túlra, aki pedig azon kívül, az meg a Kelet-Magyarország felé orientálódjon inkább. Jó, de mondom, nehogy ezért átrendezzétek az életeteket, azt nem ezek alapján kell megtenni. Mondjad. Buda jó, Pest rossz? Ujjajjajj. Gondoltuk, hogy Budán laksz, hogy az a jó. Akkor veszik egy Budán. De nem tudod, melyik ingatlan ügynökség szponzorál. Nem, ez csak vicc. Mondjad. Hát a jelenleginek a több, mint a duplája. Az azért jelentős. Tehát mondjuk a Magyarország területéről azt mondjuk, hogy megnövekszik a duplájára, azért az egy jelentős dolog. Nyilván a Szovjetunió területéhez képest nem lenne egy jelentős dolog. Ami már nincs is. Hát ez a poén benne, hogy Isten azt mondta, hogy én nem a legnagyobb darab földet választottam ki magamnak, meg nem a legnagyobb, legszámosabb népet, egy pici földet választottam, meg egy pici népet, de az az enyém, azt tessék béké adni. Fogyasztói világ, meg az iszlám világ összeugrik. Hát ebből én csak a magam prognózisát tudom elmondani. Én szerintem ez az egész mostani hatacári arról szól, hogy az arab országoknak át kell alakulniuk, meg kell változniuk. Részben azért, mert az antikrisztusi világ nem tud kialakulni, mert pont ottan fészkelnek most ezek a diktatórikus országok, ahol a központja kell lenni. Az egész történetnek a központja, hogy az Eufrátesz mentén szól, az új babiloni birodalomról szól, ami a középpontja, a központja minden történésnek, ennek kell alakulnia. Én azt gondolom, hogy ezek az arab országok körülbelül abban a stádiumban vannak, mint a reneszánsz idején voltak az európai országok, ugye ott is a katolicizmus államvallás volt, és ez az államvallás ez megfojtott mindent, művészetet, kultúrát, az emberi életet, mindent folytogatott tulajdonképpen, és két irányú mozgás szorította vissza tulajdonképpen a pápaságnak ezt az áldatlan elnyomását. Az egyik, az egy világi mozgás volt, tehát hogy a felvilágosodás, a humanizmus és a reneszánsz és ezek a dolgok, a másik pedig egy vallási mozgás volt, a reformáció. Én ugyanezt prognosztizálom az arab országokra is, hogy nagyjából ebben a helyzetben vannak, itt is végbe kell menni hogy mert az a fajta iszlám elnyomás, az nagyban hasonlítható az inkvizícióhoz, ami van Szaúd-Arábiában vagy Iránban. Az iráni emberek nagy része nem olyan vallásos, mint ami a hírekből tűnik. Akik most köveket dobálnak, meg ordítoznak a karikatúrák miatt, azért az a népnek egy kisebbsége, tehát azok a vallási fanatikusok az iszlám szélsőséghez tartoznak. Tehát úgy néz ki, hogy van egy nagy többség, akiről mi nem nagyon tudunk, és aki inkább világias életet élne.
van egy uralkodó réteg, aki hasznot húz, ott a Bödön mellett, és hasznot húz a jelenlegi helyzetből, meg van egy vallásos, buzgalmár, fundamentalista réteg, aki az egész világot buzulmánná akarja tenni, és pillanatnyilag komolyan el is hiszi magáról, hogy erre ő képes, és képes legyőzni és ezek a vesztükbe rohannak, tehát ezért mondom, hogy látni, hogy az ember gyilkos keze fel van emelve a Közel-Keleten, és azért kell imádkozni, hogy mindig kevesebb áldozata legyen ennek a dolognak, mert valóban ez a kardba rohan, kinyújtott kardba rohannak bele, olyanok, mint Bálám, aki nem vette észre, hogy ki van nyújtva az öldöklő angyalnak a kardja, és hogyha a szamár meg nem állítja, akkor belerohant volna. Hát most ezek a fundamentalisták, ezek nagyjából ilyen állapotban vannak. Két erő bomlasztja ugye ezt az egészet föl, az egyik ugyanaz a felvilágosodás, tulajdonképpen a fogyasztói társadalom, mert két erőnek van hatalma, hogy ezekbe a betokozodott törzsi társadalmakba változást tudjon hozni. Az egyik a fogyasztói társadalom, mert a fogyasztói társadalomnak van egy nagy belső szövetségese, az óember. Mert a fogyasztói társadalom azt mondja, vesd le a képmutatást, mit szórakozol, lecsináld, és van egy nagy belső szövetségese, a bűn kívánsága, a bűn családsága, ami ott van minden emberben. A másik, amiben erő van, hogy átformáljon egy egész társadalom, az meg az evangélium. Tehát ugyanúgy, ahogy a protestantizmus annak idején átformált az egész társadalmat, és ez a két erő át fogja formálni az én véleményem szerint, és ezt fogadjátok úgy, mint az én prognózisomat, az egész arab világot, össze fognak dőlni ezek a diktatórikus rendszerek, egy ugyanolyan világias társadalom fog létrejönni, mint amit ismerünk a nyugati világban. Az iszlám vallásnak megmarad egy ilyen szerintített változata tulajdonképpen, és ezeket a fundamentalistákat meg előbb-utóbb rendőrkézre adják, és ott valamilyen módon az államhatalom el fogja őket nyomni, és azoknak a despotáknak, rablóknak, martalócoknak, akik most a királyi házakat adják, szintén el kell tűnniük a színről, mert ez az is egy lehetetlen állapot, amit ők véghez visznek és csinálnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy óriási átalakulás előtt van a világ, és ez az egész arab világ nagyon erőteljesen át fog alakulni, és sokkal gyorsabban, mint ahogy ez Európában történt, mert nem volt Európának szövetségese, tehát saját magának kellett ezt kivajudnia, ezt az egész helyzetet, most óriási szövetségese van, minden tévéből, rádióból, újságokból, könyvekből, katonailag, kulturálisan, minden szempontból óriási nyomás van, és óriási erő van, ami ezt a kettőt. Úgyhogy ez fog történni, én szerintem ez a két erő, a fogyasztói társadalom és az evangélium felbontja a mostani világot, és tulajdonképpen ezek a terroristák nem mások az én szemeimben, mint a géprombolók vagy az anarchisták voltak annak idején, egy új világ eljövetelének a hírnökei valójában, mert az anarchisták is azoknak a változásoknak az előfutárai voltak, akik a bombákat dobtak, meg ugye a Gavrilo princíp, aki lelőtte. Ugye a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenetnek a hírnökei voltak, ezt akarták ők valami módon megragadni, csak hát rosszul fogtak hozzá ezekhez a dolgokhoz, de hírnökei voltak a változásoknak. Terroristák ugyanilyenek. Én azt szoktam mondani, hogy olyanok, mint a géprombolók, ugye annak idején, mikor az ipari forradalom kitört, akkor sok munkás neki esett a gőzgépeknek, mert elvették a gépek a munkahelyüket, de feltartóztatni nem tudják az eseményeket. Tehát ez ugyanolyan hiába való erőfeszítés, csak bajt, kárt tud okozni, ártani tud. Tehát az én számomra, én továbbra is azt mondom, amit le is írtunk már évekkel ezelőtt is, vagy a szeptember 11-i események kapcsán, hogy a kimenetele ennek nem kérdéses, tehát az nem kérdés, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek, ez lesz a vége a történetnek. A kérdés az, hogy milyen áron fog ez megtörténni, ezt az ára, hogy ez végbe menjen. És ezért kell imádkozni, hogy minél kevesebb ember életben essen kár ennek kapcsán, mert az öldöklő az biztos, hogy szeretne nagy mészárlást rendezni. Ha már fel kell adni a pozícióit, akkor legalább jó sok véráldozattal járjon mindez. Krisztián, akartál valamit? Igen. Hát a fogyasztói társadalom és a kereszténység együttesen, igen. Igen. Igen.
Igen, a keresztény igemagyarázók egy része az iszlámnak a kiterjedését prognosztizálja, azt mondják, hogy a nyugat megromlott, meg Amerika tönkrement, meg mit tudom micsoda, és ezért jön az iszlám veszedelem, és hogy annak idején elhozta Asszíriát Isten Izraelre, meg Babilont elhozta Júdára, úgy most elhozza az iszlámot erre a világra. Én nem osztom ezt a nézetet, szerintem ez nem igaz. Mi van lehetséges, hogy amikor összecsapta ez a két világ, akkor ott komoly károkat fog szenvedni a fogyasztókásra? Hát össze van csattanva. Tehát ezek a komoly károk, ezek azok, amiket most látunk. A tüntetések, a robbantások, a bojkottok, az olajembargók, ezek a dolgok. Hát igen. Tehát, ugye ez az év, én sem értek hozzá, de a szakértők, akik jobban értenek nálunknál hozzá, azt mondják, hogy ez az év lesz döntő Iránnal kapcsolatban, ugyanis ebben az évben van lehetőség katonai beavatkozásra Iránnal kapcsolatban. Miért nem, most nem akarnék a részletekbe belemenni. Lényeg az, hogy gyakorlatilag sokkal nagyobb rizikóval járna Iránt megtámadni az év végén, mint tehát szeptemberig, októberig bezárólag, azért, mert új fegyverrendszereket állítanak hadrendbe, és így tovább, és tovább, tehát ez a dolognak a lényege katonai szempontból nézve. És ez azt jelenti, hogy márciusig véletlenül nem történik Iránba semmi, azon egyszerű oknál fogva, mert Izraelnek nincs ügyvezető kormánya van, és nem szoktak. Mondjuk nyilván, hogyha olyan lenne a fejlemény, akkor az izraelieket nem zavarná, hogy ügyvezető kormányuk van, de egy komoly háborúba, és Iránt lebombázni, az egy komoly háború, tehát az nem egy 5 perces ügy. Nem fognak bele úgy, hogy ügyvezető kormány van, tehát nincs igazán egy legitim többséggel rendelkező kormány Izraelben, mert súlyos döntéseket kell hozni, és ilyenkor nem illik, értitek, szóval ez nem így működik. Tehát ezért márciusig nem várható, hogy ilyesmi megtörténjen, viszont szeptembertől, októbertől a hadrendbe állított új fegyverek miatt már sokkal nagyobb kockázattal jár nagy katonai akció, és ezért azt prognosztizálják a katonai szakértők, mondom csak az ő véleményüket tolmácsolom, hogy ha ez nem történik meg március és szeptember között, akkor már nem történik meg. Nyilván ha csak valami rendkívül fejlemény ezt nem indokolja. Valóban ez a két nézet van visszatérve rá, tehát van, aki azt mondja, hogy éppen ellenkezőleg az iszlám most jön, és mint Isten ostora végigver az elkényelmesedett európaiakon és amerikaiakon. Én azt mondom, hogy ez, szerintem ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy lesz csattanás, mert van csattanás, tehát én egyetértek Bussal abban, hogy háború van szeptember 11-e óta, ezt tudomásul kell venni. Előtte is háború volt, csak nem vettük tudomásul. Ez egy másfajta háború, mint amit a világ megszokott, másfajta fegyverekkel vívják, de ezek az emberek, ez az iráni elnök, a Hamasznak a tömeggyilkos vezetői, stb. Ezek háborút akarnak, tehát ők le akarnak minket győzni, ők csak akkor lennének elégedettek, hogyha ők a maguk iszlám akármiét terjeszthetnék a világon. Ugye a Hamas azt mondja, hogy megengedjük a zsidóknak, hogy Palesztinában élhessenek, a cionistáknak nem engedjük meg, de néhány zsidónak megengedjük, ha elfogadják azt, hogy ők egy palesztin állam alattvalóiként élnek abban az országban. Hát most ugye tessék belegondolni, hogy szeretnéd-e Arafat alattvalója, vagy az Arafat utódoknál is rosszabb emberek alattvalója lenni. Nem valószínű, hogy Izrael ezt önként és dalolva ebbe az igába belehajtja a fejét, vagy ha igen, akkor nem is tudom, akkor nagyon nagy baj van. Nem. Igen. Tehát mondom, az én véleményem ellentétes azokkal, akik most az iszlám térhódítását. Ugye mire alapozzák az iszlám térhódítását? Az, hogy nagyon sok bevándorló van Európában. De a bevándorlóknak egy jelentős része, meg ugyanaz a döntő többsége, jobb életet keresik, a fogyasztói társadalmat keresik itt. És vannak köztük is nyilván ilyenek, meg olyanok, meg főleg a gyermekeik között vannak olyanok, akik az iszlámhoz visszanyúlnak, és fogékonyak ezekre a fanatikus dolgokra, nézetekre, de a többségük egyáltalán nem az iszlám miatt jött ide, és nem az iszlámot terjeszteni jött ide, hanem éppen a fogyasztói társadalomból szeretnének ők is egy nagyobb darabot maguknak. Jó, akkor legyen ez az utolsó
kérdésünk. Az Egyesült Államokkal és Európával mi a helyzet? Ja, az ezeréves királyságban. Nem válaszoltam rá, azért, mert igazándiból nem tudom. Nem tudok olyan markáns dolgot mondani, hogy na ez a markáns dolog, ez lesz Európával, vagy ez a markáns dolog, vagy ez lesz Amerikával. Én azt látom, hogy az amerikai birodalom, mint olyan, ez egy nagy kérdés, mert billeg a dolog. Tehát Amerika most ott áll, hogy egyedüli birodalom, és látszik, hogy az amerikai gondolkodásban a birodalmi gondolkodás, meg az igazság szerinti gondolkodás úgy elegyedik egymással. Ha a birodalmi gondolkodás kerül felől, akkor azt majd meg fogjuk tudni azokból a lépésekből, amiket tesznek, és annak az lesz az eredménye, hogy ez a birodalom felnő, majd a saját súlyánál fogva szétesik, mint az összes többi, mert egyszerűen nem lehet mindig mindenhol minden birodalmi érdeket fenntartani. Ez a sorsa minden birodalomnak. Ha Amerikából birodalom lesz, akkor ez lesz a sorsa. A másik lehetőség, hogy Amerikának elege lesz, és bezárkózik, tehát visszavonul önmagába, és nem terjeszt azt a fajta világbefolyást, amit most gyakorol, ezt nem fogja gyakorolni. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezt látják Amerikában legalábbis a Bush pártoló keresztények a legnagyobb veszélynek, hogy Amerika visszahúzódik önmagába, és a világot magára hagyja. Mások ezt nem látnák olyan nagy bajnak. Én nagy bajnak látnám, tehát én nem örülnék neki. Nyilván, hogyha Amerika birodalommá válik, akkor nem látnám én se olyan nagy bajnak, de jelenleg Amerikából sokkal több jó jön, mint rossz a világ számára, ez az én véleményem, és tudom, hogy sokan nem osztják, de én azt gondolom, hogy pillanatnyilag az a helyzet, hogy Amerikának a kisugárzása a világba messze-messze sokkal pozitívabb, mint amennyi negatívot jelent, vagy hoz. Jó? Nincs szó Európáról. A történések áttevődnek a Közel-Keletre az idők végén, és Európa olyan lesz, mint az összes többi ország. Csak hát van egy kép igazándiból ezzel kapcsolatban, itt ebben az apokalipszisben, ez nagyon megkapó tulajdonképpen. Igen, a következő, ugye itt az Ézsaiás 24-ben, a 14-ben azt mondja, hangos szóval újonganak az Úr fenségének, kiáltoznak a tenger felől, világosság támadt, ezért dicsérjétek az Urat, az Úrnak, Izrael Istenének a nevét a tenger szigetein. Ugye a tenger szigetei az a görög szigetvilágot jelenti szűkebb értelemben, és az egész világot tágabb értelemben, mert ez volt Izrael szempontjából. Tehát mi történik? Az egész világ újong az Úrnak, a szigeteken az emberek, hogy egy nagy ébredés kapcsán mindenki Istent ünnepli, hogy eljött a világosság, ugye eljött az ébredés, stb. Stb. A föld széléig énekszót hallunk, hogy dicsőség az igaznak. Tehát van egy nagy ébredés, és az egyház újjong Istennek, és minden népben, minden nemzetben, így Európában is, az emberek örülnek a világosságnak, és dicsérik Istent. De én, mondja Izrael, ezt mondom, végem van, jaj nekem. És akkor elmondja, hogy miért, meg hogyan. Tehát miközben az egész világon ébredés van, és az egyház újjong Istennek mindenfelé, és hallatszik Istennek a dicsérete a szigetekről, és a világ minden táján, közben Izraelnek egyre rosszabb a sorsa, és egyre nagyobb a kétségbeesés magában a népben. Tehát van egy ilyen ellentétes kép, egy ellentétes párhuzam. Úgyhogy mondom, az én véleményem az, hogy a hét szűk esztendő előtt van a hét bő esztendő, ez a nagy aratásnak, a nagy ébredésnek az ideje, és ez minden nemzetre érvényes, Európától Ázsiáig, a föld végső határáig, mindenhol fog hirdetetni az evangélium, és nagyon nagy tömegekben fognak az emberek megtérni Istenhez, és ez az igazi jele a végidőknek. Ugye, nem a háború, az éhénységek, hanem amikor ezt látjátok, hogy a föld végső határáig minden népben, nemzetben hirdetik az ember, akkor jön el a vég. Tehát azért azt szoktuk mondani, hogy amíg a híradóban csak madárinfluenza van, meg földrengés van, meg ilyenek vannak, az még nem a vég, de mikor már a híradóban az benne van, hogy a népek, a nemzetek hogyan, miképpen fordulnak az Úrhoz, milyen összejöveteleket tartanak, milyen demonstrációk vannak, felvonulnak az emberek, és Istent éltetik, és milyen csodák történtek, és milyen új mozgalmak vannak, és erről is hírt adnak a médiákban, na akkor lehet csomagolni.
mennyei batyut. De hát nem, a színes tévét nem tudod elvinni, az autót, a házadat nem tudod elvinni, de azt, ami a érték a szívedben, a lelkedben van, azt csomagolhatod. De akkor már nem lehet, tehát ott már nem lesz idő olajat venni, meg ilyesmi, ott már késznek kell lenni. Tehát ez a dolognak a lényeg. Ezért kell hálásnak lenni azért, hogy tart a ma, és van időnk felkészülni. És nem kell készületlenül belemennünk ezekbe az időkbe, de drága testvéreim, azonban most kérlek benneteket, hogy most álljatok helyet a kicsi kihívásokba, amit az otthon, a család, a gyerek, a gyülekezet, a nem tudom micsoda jelent, álljatok ezekben helyt, mert ebben megacélosodik a lelketek, és akkor ezek az időket már nevetve fogjátok átvészelni, ami azoknak a veszedelem jele, az nektek az üdvösségé. Amen. És amikor a világ remeg reszket, hogy madárinfluenza, meg mit tudom, micsoda, akkor te tudod, hogy neked az Úr meg hatalmat fog adni arra, hogy menjél, és akkor a madárinfluenzásokat gyakorolhatod a hattyúkon a halott támasztást. De higgyétek el, így lesz. Ha világban járvány lesz, akkor Isten az egyházba fel fog kenni, meg fog áldani embereket olyan gyógyító erővel és olyan gyógyító hatalommal, mert Isten egy jó Isten. És a világosság mindig a sötétségbe fénylik. Amikor sötétség van, akkor derül ki, hogy hol van világosság. És azért nem kell félni ezektől az időktől, mert ezek is mind arra valók, hogy nekünk jobb legyen. Mert az Isten szeretőknek minden hasznára van. És amikor éhínség volt Izraelbe, Izsák idejébe, akkor Isten azt mondta Izsáknak, ne menjél Egyiptomba, maradj itt, maradj ezen a helyen, és azt mondjuk, hogy vetett és százalnyit aratott. És gazdag ember lett. Míg a többiek elszegényedtek, ő meggazdagodott a legnagyobb éhínség közepén, mert Istennek ez volt a célja ezzel az egésszel, hogy Izsákot fölemelje. Amen. Úgyhogy mondom, én ezért vagyok úgy, hogy jöhetnek nekem a hattyúkkal, meg a döglött madarakkal. Én tudom, hogy az én Istenem él, és tudom azt, hogy ebből is csak jó származik, és a jót keresem, hogy hol az a jó, amit Isten ebből csinálni és tenni akar, és biztos vagyok, hogy ezt a jót Isten az egyházon keresztül akarja megtenni, mert azt mondta, hogy munkatársainak választott bennünket. Rajtunk keresztül akarja ezt a munkát elvégezni, rajtad keresztül, meg rajtunk keresztül.